Január 1-től megváltozott a sürgősségi ellátás rendje hazánkban. Ennek eredménye, hogy különböző súlyossági kategóriákat különböztetnek meg, így várhatóan a lehető legrövidebb idő alatt el tudják látni a betegeket. Az elmúlt időszak egészségügyi történéseit értékelte az Emberi Erőforrások minisztere a héten. Kásler Miklós azt hangsúlyozta, a magyar egészségügy kritikus pontja volt a sürgősségi ellátás. Azonban az új triázs rendszerrel csökkenteni tudták a várakozási időket. A január 1-én életbe lépett rendszer szerint a beteget a legrövidebb időn belül, az érkezéstől számítva 5 percen belül regisztrálni kell, és 10 percen belül a végleges ellátási helyre kell irányítani. 5 súlyossági fokozat szerint besorolást vezettek be, ennek alapján döntenek a betegek ellátásáról, valamint meghatározzák az ahhoz szükséges időt is. A triázs elvégzése garantálja a magas kockázatú betegek kiemelését a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül, olvasható az egészségügyért felelős államtitkárság közleményében. A témával kapcsolatban vendégem itt a stúdióban dr. Domokos Gabriella, neurológus, osztályvezető főorvos a József András Oktató Kórház sürgőségi betegellátó centrumában. Köszöntöm itt a beszélgetés helyszínén. Azt gondolom, hogy ezzel az új rendszerrel, amit bevezettek január 1-től, egy új kifejezést is megtanul a magyar társadalom, ha eddig nem tudtuk volna, hogy mit jelent a triás kifejezés. Ugye, ha megnézzük a pontos jelentését, az osztályozást, kategorizálást jelent, és akkor most ezt hozzuk össze a sürgőségi ellátással. Nagyon könnyen belátható mindenki számára, hogy egy nagy forgalmú sürgősségi osztályon feltétlenül szükség van arra, hogy a betegeket ne érkezési sorrendben vizsgáljuk meg. Nagyon könnyen előfordulhat egy olyan állapot, amikor rövid időn belül egy újraélesztett beteg, illetve egy több hónapos hasi panaszokkal érkezett beteg jelenik meg. Teljesen természetes, hogy az újraélesztett beteg ellátását kezdjük meg. Ez az osztályozás az a rendkívül fontos a betegek biztonsága érdekében. Biztosan vagyunk abban, mi tudjuk, hogy a betegeknek ez nagyon rossz a várakozás, de azért, hogy biztonságosan tudjunk mindenkit ellátni, kénytelenek vagyunk ezt az osztályozást bevezetni. Ebben az osztályozásban semmiféle szubjektum nincs. Az osztályozás alapja a kanadai rendszerből átvett, és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság munkacsoportja által létrehozott rendszer, úgy hívják, hogy Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer, amit nekünk oktatnak, erről van egy tankönyvünk, ápolók végzik ezt a besorolást, és 2 évente kötelezően erről oktatásban kell részesülnünk, és vizsgázunk. Tehát ez szigorúan protokollok alapján történik. Az 5 kategória beosztása a vezető tüneteken túl, természetesen az életfontos jelek vizsgálatán is figyelembe véve történik. Tehát egy nagyon triviális példát mondok, tehát egy rovarcsípésnél egyáltalán nem mindegy, hogy egy helyi reakciót kezdünk el ellátni, és azért érkezett a beteg, vagy egy úgynevezett sokkos állapotban, egy anafilaxiás sokkban, egy fulladásos, életveszélyes állapotban érkezik a beteg. Tehát ezeket mind-mind figyelembe kell vennünk az 5 kategória felállításakor. Ez az 5 kategória természetesen, az első-második kategória az egy azonnali életmentés gyakorlatilag. Az első kategória az az újraélesztés. A második kategória az úgynevezett kritikus állapotú beteg ellátása, ide tartozik a sokk, a légzési, keringési elégtelenség, az eszméletlen betegek ellátása, amit 15 percen belül meg kell kezdeni. A másik 3 kategóriánál tulajdonképpen azt határozzuk meg, hogy mennyi időt várhat a beteg biztonságban. És ez már a várakozási idők megállapításáról szól. A harmadik kategória, az úgynevezett sürgősről, azt mondjuk, hogy ez a beteg 30 percet várhat anélkül, hogy tartós egészségkárosodást szenvedjen. A negyedik kategória, a kevésbé sürgős, az sajnos már 1 órát várhat, és nagyon gyakran vár is a mi osztályunkon. Az ötödik kategória, a halasztható, az 2 órán belüli várakozást vetít előre.
Természetesen, hogyha kevés a beteg az osztályon, ez nem jelenti azt, hogy ezeket az időpontokat megvárjuk, de ha túl sok a beteg, és mégsem kerül orvosi vizsgálatra ennyi időn belül, akkor következik egy újbóli triázs vizsgálat. Azon túl, hogy ezek a betegek természetesen folyamatosan már a triázs ápoló és az ápolók felügyelet alatt vannak, ez az újbóli triázs vizsgálat, az úgynevezett retriázs is nagyon fontos eleme lett a rendeletnek. Kötelezően kell végeznünk, kötelezően kell jelentést szolgáltatnunk róla, tehát gyakorlatilag kötelezik az ellátót arra, hogy fél óránként, egy óránként, két óránként a beteg állapotának megfelelően értékeljük újra. Lehet, hogy az újraértékelésnek az lesz az eredménye, hogy romlott a beteg állapota, és azonnal vigyük be, és foglalkozzunk vele. Lehet, hogy az lett az értékelés eredménye, hogy az esetleges ellátást követően jobban van, és még tovább várakozik. Nagyon régóta csináljuk mi már a Nyíregyházi Kórházban ezt a triázsolást, mivel hozzánk sok beteg érkezik. Körülbelül 2008 óta már ezzel a módszerrel dolgozunk, tehát nálunk ez nem újdonság, nem jelentett nagy problémát a rendeletnek megfelelően a január 1-i bevezetés. Az összkórházi szinten a másik két osztálynak, a Máté-Szalkai sürgősségi osztálynak és a Fehérgyarmati sürgősségének egy kicsit kisebb a betegforgalma, de náluk egy műszakban értelemszerűen kevesebb orvos dolgozik. Tehát náluk is feltétlenül fontos, hogy azért a betegek szakmai szempontból osztályozva legyenek, és náluk a közelmúltban történt oktatás, a Magyar Sürgősségi Triázs rendszer oktatása, úgyhogy január 1-ével mind a két osztályon bevezettük egységes elvek alapján ezt a rendszert. Én közben itt két plusz kérdésemre is megkaptam a választ. Az egyik vonatkozott volna arra, hogy mit vesznek észre, akik ugye jelentkeznek a sürgősségi betegellátó centrumban, tehát észrevesznek egyáltalán a betegek valamit. Tehát részben megkaptam a választ, hogy tulajdonképpen túl nagy változást nem fognak tapasztalni. A másik pedig az, hogy az eddigi állomány, amivel dolgoztak, az tulajdonképpen egy az egyben alkalmas volt arra, hogy ezt a fajta rendszert ellássák és tovább vigyék a jövőben. Közben eszembe jutott, ahogy önt hallgattam, hogy az elképzelhető, vagy egy teljesen természetes dolog, csak lehet, hogy nekem most jutott eszembe, hogy mondjuk a mentőkocsikban már vannak ilyen triázs vizsgálatok, és a kapcsolattartás ugye olyan szinten működik, hogy ott már megtörténik az időintervallum eltelik, mire odaérnek önökhöz, és átveszik ott épületen belül a beteget. Természetesen. Vannak bizonyos kórállapotok, ahol szinte kötelező a mentőnek úgynevezett előrejelzést alkalmaznia, beszól hozzánk. Ez főként a súlyos állapotú betegnél működik nyilván. Tehát az újraélesztés utáni állapotnál, az eszméletvesztésnél, az azonnali intenzív ellátást igénylő betegeknél, illetve az úgynevezett időfaktoros állapotoknál, például a stroke betegeknél, a stroke lízis esetén kötelező bejelenteniük, tehát már ezt ők elkezdik. A nem kritikus állapotú betegeknél sajnos a besorolás szempontjából teljesen mindegy, hogy az a beteg mentővel érkezik, vagy házi orvosi beutalóval érkezik, vagy önmagától úgy dönt, hogy ő most nálunk akar jelentkezni. Tehát bizonyos kórállapotokban nem előny az, hogyha valaki a mentőt kihívja és mentővel érkezik be. Az előző kérdésre válaszként még el tudom mondani, hogy mit észlel a beteg változást nálunk. Ezt a triázs munkát végző kollégáim, ketten vannak ők egy műszakban, sárga pólót viselnek. Tehát nyilván figyelemfelkeltés céljából szeretnénk, hogyha mindenki tudná, hogy ez a munka az övék. A rendeletnek egy másik nagyon fontos eleme, és tulajdonképpen a legnagyobb hatással van az életünkre, és nagyon örülünk neki, pedig még csak két hete zajlik, az úgynevezett sürgősségi osztályos diszpécseri munkakör létrehozása. Ő csak a harmadik progresszivitású szinten, tehát a legnagyobb osztályokon, a mi vonatkozásunkban csak a nyíregyházi sürgősségi osztályon kötelező.
neki a kommunikáció a feladata. Tehát az elégedetlenség, a várakozás megkönnyítése mindig is azért volt nehéz, mert a betegek ellátása mellett kevés időnk jutott a kommunikációra. A törvényhozó vagy a rendelethozó most segítségünkre lett abban, hogy létrehozta ezt a munkakört. Ő nem ápol, nem vizsgál, ő csak kapcsolatot tart a vizsgálatra várakozó betegekkel, a hozzátartozókkal, a hozzátartozó is az orvossal. Nagyon szeretik a betegeink és a hozzátartozóink ezt az új funkciót. A beszélgetés végére egy percünk maradt. Én kíváncsian kérdezem meg, hogy önök valamilyen szempontból itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelyén tudtak-e mintát szolgáltatni itt a teljes kép létrehozásánál, hiszen már itt ugye működött ez a rendszer. Tudtak-e jó tanácsokkal szolgálni? Az országban körülbelül 5-6 ilyen nagy forgalmú osztály van, mint a miénk. Természetesen az éves kongresszusokon ez rendszeresen téma. Az utolsó kongresszuson volt arról szó, hogy hogyan kellene ezeket az időhatárokat megállapítani. Mindenki egyetért abban, hogy nagyon szűk ez az intervallum, főként ez a fél órán belüli ellátás nekünk nagyon szűk, a betegnek pedig az 1-2 órás várakozás nagyon tág, tehát nyilván ezt lehet helyileg egy kicsit változtatni, de most egyelőre a rendelet nem ad nekünk erre lehetőséget, úgyhogy protokoll szerint alkalmazkodunk és végezzük a munkánkat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm.